Na szevasztok, ahogy ígértem, innen folytatom tovább. Még ugye hamsterezem föl a szújaszárat, meg hát a segítő folytatja a szotyoládé betakarítását bérmunkában. Nem is néztem azóta, hogy hova kell vinnem, de szerintem... Ja, de ahogy nem néztem az előző részben, ugye néztem, hogy a izébe kell vinnem oda bal alsó sarokba ideni. Ide, jó van, ez meg már. Tele is van. Jó. Nem ide, ide. Így. Nem sokára ezt is. Ja, de nem is kell, szerintem ez bele fog férni az egész erről a földről, ami lejön. Szotyi. Úgyhogy nem kell ezzel bíbelődnöm. Ja. Ennyi. De haladjunk tovább. Ja, jó van, adtam magamra hangot, azt nézem. Be van kapcsolva, hopp, átmentem a másik oldalra. Be van kapcsolva az ajszűrőm, de nem tudom, itt a szomszédba flexelnek nagyon. Hogy nem-e hallatszik be, hát ha esetleg behallatszik, akkor bocs, sorry, mert erről nem tehetek, sorry, nem fogom lemutolni most magam 2 másodpercenként, gondolom abba adják mindjárt, de abba is hagyták, ha jól hallom. Na már nincs sok hátra, ezt a keveset még talán 2 hamsternyi lesz. Leszedem róla. És akkor utána elpasszolom ezt a földet. Addigra körülbelül végez a segítő is a másik földdel. És akkor meg is fogom venni, 190 valamennyi lesz az a izé. Ez a kaszáló. Nem sokkal, 1 vagy 2 hektárral nagyobb, mint ez. Mert mindjárt meg is nézem. Na várjál, ez itt. Ez itt. Most miért nem mutatod, hogy hány hektáros? Eddig olyan normálisan mutattad. Ügyes voltál meg ilyenek. Ez itt 6,39, ez meg itt 4,39, 2 hektárra hosszabb az a kaszáló, mint ez a föld. 2 hektár azért az sokat számít. És ott nem igazán van haszontalan terület, tehát nincs benne út, meg tudom én, kanális, meg kanálishoz tartozó híd. Tehát fölösleges dolgokat nem ad hozzá. Farmland. Alul is maradt egy fél, vagy egy darab csík, itt is maradt egy darab csík, ezeket majd a végén szerintem összeszedem, amikor az átlóra rámegyek. Ezek itt ugye már a rövidebb csíkok, úgyhogy innen már kevesebb várható, ami le fog jönni. Hú, gyerekek, be kell kapcsolnom a ventilátort, hát valami eszeveszett hűség van. Na forogj ide, Márkám asszony. Úgy. Ja. Az éjszaka kimentem. Nem is tudom, volt olyan fél egy óra. Hirtelen, ahogy innen bentről kimentem a idézőjelesen felhevült testtel, majdnem fáztam. Pedig kint töltöttem 2 percet,
utána már éreztem azt, hogy kint is kurva jó idő van. 28 fokra ment csak le, ahogy néztem a hőmérőt, 28-at mutatott, hogy annyi van kint. De amikor kimentem a lakásból, akkor érezhető volt határozottan az a különbség. Na most ezt nem emlékszem rá, hogy az utolsót... Ja, de hogy nem emlékszem rá, hát a izéből jöttem ki az eladási pontról. Úgyhogy ez most megy a silóba. Az allergiám sajnos nem múlt el. Nem tudom mi. Szűnni. 40%-ba teljesítve a hadművelet. Hol van a bejárat? Ittene. Jó. Szerintem egy hamstert most akkor még be tudok hozni eladásra. Akkor a maradékot azt meg elviszem a tehenekhez. Kipróbálni, hogy elfogadja. Hát biztos, hogy elfogadja. De hogy miként fogadja el, élelemnek vagy pedig ajnak. De először lehet, hogy meg kéne néznem a disznóknál is. Lehet, hogy itt is elfogadja a disznóknál. Akkor viszont kár volt eladni. Mínusz 601 dollár bérköltség. Ha gyerek, arasz, nem vetsz, nem te fizeted a magot például. Mi, te fizeted az üzemanyag költséget, hogy mi a gyászra vettél magadnak valamit, mi? Kaját? Oda rendelt ízét? Egy fél disznót sülve? A fő célére? 600 euró, azt a büdös. Majd 200 ezer forintért aratj le nekem az én gépemmel, a gyönyörű vagy. Gyönyörű egy piskóta vagy, komám. A 200 eurót mondtam, vagy na 200 ezer forintot mondtam, és akkor most még óvatosan mondtam. Hát ugye, hogyha 400-al számoljuk a dollárt is, nem tudom mennyi most a dollár ára, de hát akkor is 240, ajjajjajjajjajjajj. Rohadt drágán dolgozik. Nem baj. Amúgy is egy ezres bérköltséget számoltam neki, de tudja, hogy nem fogom visszahívni többet ennyi pénzért. Menjen, akkor nézze meg, hogy milyen segélyből élni. Érted? Pofátlanul ilyen sokat kérni. Megtelt a magtár, jó van. 80%-on. Hát ez basszus, bele fog férni a két hamster, vagy ebbe a hamsterbe. Majdnem ez a szajri, ami itt van. 22 000 van. 13 000 fér bele.
két hosszú sort leszedem. És lehet, hogy ezekért a csimbókokért már akkor nem kell visszajönnöm. Mert nincs értelme. Hát határeset. Harminchárom ezer, még ez 1500 fér bele, már nem. Tudom, még megkezdem ezt a... De nem is kezdem meg, tele van. Jó, hát mennyi van? Egy egész sort ebből a rövidből. Átlós sor, ez csak csimbókok, meg ez is két ilyen darab sor, szóval ott tegyem garassebb. Ajajaj. Föld, eladás. Így. 130 000. Nagyon jó. Akkor meg is tudom venni a kaszálót egyből, esztete. Így. Jó. És még pénzem is maradt. Ja, várjál, nem jó. Na mindegy, nem viszem el a disznókhoz kipróbálni. Egyből megyek a tehenekhez. De félreállok. Nézd meg a táblát, még mindig nem állították vissza. Ha, hanyagság. Egy pillanat, mutolom magam, ki kell fújnom megint a tokmányt. Elfelejtettem visszahajtani a mikrofont. Hetvenegyen van a pénzem, jó 70. Azt hittem, hogy nem állt rá a rövid sorokra a bérmunkával. Nem jön a vonat, nem jön a vonat, nem jön. Jó, nem jön. Semmi reakció. Legalább visszadudálna, hogy valami lelassítana, megállna, lepattanna az útról. Ugye az előző részben beszéltem pont erről. Hát ezt mindig elfelejtem, hogy hol kell bemenni a tehenekhez. De szerintem itt. De lehet, hogy nem. Egyel arrébb. Egyel arrébb kellett volna. Na mindegy. Na már van egy kis ganyi. Na várja, mit írt az ott ki? Mi az, hogy töltés megkezdése?
Ja, hogy a izére, a villára tudnék ganyét rakni. Mi a fasz? Ezt hova lehet tölteni? Aha, a villára ganyét. Automatikusan kiszedi. Hát ez hülye. Hát ilyet nem szok csinálni. Kó, minek a vella? Na mindegy. Na nézzük meg, mit adunk a teheneknek. Szalmát, vagy pedig élelmet ezzel. De szerintem ez izé lesz, kaja lesz nekik. Na, azt mondja, hogy teheneknél van 48.529 kaja, szalmájuk van 49.000, jó, kaja. Aha, a vájukba gyűlik, úgyhogy ez kaja, kajaként szolgál. Jó, van, nem baj. Fasza. Kajának is jó lesz. És még maradt benne? Nem. Ki is töltötte. Azt mondja, hogy 48.000, 80.000 élelem van benne nekik. Jó. De maradt benne is csak. Pont jó. Nem is fér bele több. Jó. Na, ezt le is állítom, és akkor megnézzük, hogy mit csinál a kolléga. Ó, te meg tele vagy, csöveském. Nem is szóltál. Szerintem ezt el kell tőle vennem, hogy izé átállítsam. Vagy hát itt ezt már én is le tudom ugye forogni. Ezt a maradék részt. Ami nem is egy olyan kicsi. El is vettem a segítőtől. Hát de hülyén adja ki. Na mindegy, jó, ez így. 50%-ba teljesítve. Innen le fog jönni még egy 5000-esem. Ha minden igaz. Most a másikat meg lekaszálom. És akkor szépen betárolom a izéket, a bálákat. Lehet, hogy kéne hozzá intéznem egy bála szedőt, egy autolódosat, ami gyári. Nem rakok most azért be külön módot. Pluszba. Bejebb állok. Aztán úgy fogom leforogni. Hopsza. Na, oda egyen mennyi, akkor már arrébb te nyomorult. Így. Így. Ezzel a szotyúval már végezni kell. Már kell a pénz lóvéra.
Végül is, ahogy gondolkozom, kajának számít ugye az a szójabab szár, amit behordtam a silóba. Meg ott vannak ezek a bálák, a fűbálák, amik ott van, amik még kint vannak a földön. Most, hogyha ezt a földet itt lekaszálom, bebálázom, mint az egészet elhordhatom eladásra, az is haszonnak számít, ugye? Utána mehet a talajmunka. Ezt most már nem tart sokáig leforogni. Azért csalók ez a föld, mert ilyen 6 méteres vágóasztallal azért lehet egy ideig forgolódni rajta. De hát se baj. Hozzáférésem, tudom, hogy nincs hozzáférésem. Látod, mihez kellett volna, hogy hozzáférjek a fűhöz? Most ugye, hogyha kiadnám én ezt segítőnek, akkor szépen elmehetnék kaszálgatni. Hű, de basszus kulcs, várjál már. A kaszálásnál viszont... meg kell néznem, mert ahogy a múltkor visszanéztem veletek a videót, a hátsó fűkaszálnál ott volt valami állítási lehetőség. Tehát, hogyha átváltom, akkor annál lehet, hogy beadja a rendezett szárszórást. Mert hogyha rendbe lehetne kaszálni szépen a füvet, és szerintem lehet, akkor jó, akkor nem kell sodornom. De hogyha viszont nem lehet, akkor viszont egy nagyobb sodrót kell vennem, rendsodrót. Vagyis hát bérelnem, mert ugye az elég kicsi, ami van nekem. Bár azzal is meg lehetne csinálni. Ugye, hogyha azt nézzük, hogy mink van, mivel kell dolgozni, akkor ez van, ezzel kell. Mindjárt leforgom ezt a földet. Órák kérdése. Nincs hozzáférése, tehát mihez kéne itt kint? A füves részen nincs hozzáférésem, hát persze, hogy nincs. Nem az enyém, de hát miért kell ezt kiírni? Hát nem tudok kaszálni semmit, vagy izéni.
betakarítani. Kukorica adapterrel, vagy napraforgó adapterrel mit tudnék ott a fűbe csinálni? Maximum lemosni. Oda nézd, nincs hozzáférésed. Ja. Yeah. 73%-on vagyok, hát nem sokára hozhatom majd a pótkocsit. Remélem bele fog férni egy pótba, ugye ez volt a harmadik töltés, akkor még egy ilyen töltés bele kell, hogy férjen. Tehát ez, úgyhogy nem fog az egész beleférni a pótkocsiba. De remélem, hogy az, ami nem fér bele a pótkocsiba most, az már az enyém lesz. És hát a szotyi az jó fizet. Még a föld szélén is azt írja ki, hogy nincs hozzáférésed. Igen, szűkre van szabva itt a farmland. Aha, az útig megy ki pedig. De akkor nem értem, hogy miért írta ki itt. Pedig az út még a hozzátartozik, úgy írja, úgy mutatja. Aha. 174 ezer pénz. Ó, ez lesz a következő kitűzött terv. Szerintem. Ez nem, ez elég olcsó ez a föld. Hoppá, nem ezt akartam, ezt akartam. Közben nem győzöm itt háttérbe törőgetni az orromat. Na erdje. Lehet, hogy ezt a kis részt itt most kiadom segítőnek, hogy hagyd dolgozzon. Én meg addig ezt elviszem eladni. Vagyis leadni. Még az a jó, hogy ide kell vinnem nem messzire.
nem. Az anyád úristen, hát bazeg nem tűnt föl, hogy még van benne bőven. Hát először üdítsd le, nyomorodjál meg. Új, de utálom az ilyen... Nagyon... Hogy nem semmi intelligencia. Ugye segítőbe, mint ahogy kéne. Na most mennyi rohadjál meg. Illet volna megvárni, amíg leürül a kombány, aztán csak utána elmenni, vagy elindulni. De nem. A lényeg az, hogy szép legyen a faágak árnyéka. Na meg a köd. Este 6 órakor még átszűrődjön a fák között. Meg löbögjön a köd a föld fölött. Este 6 órakor. Pont ezen vitatkoztunk valamelyik nap a... Vagyis hát nem vitatkoztunk, hanem ezt néztük. Hogy este 6 órakor még állt a köd a 25-be a föld fölött. Annak kurva sok értelme van. Bár, ha minden igaz, akkor a köd befolyásolható lesz, hogy mettől meddig jelenje meg. De ez csak egy ilyen nem visszaigazolt hír. Tehát nem, egyáltalán nem biztos, hogy ez így lesz. Ez csak valaki rámondta, aztán lehet, hogy igaza van. De az is megy, már milyen dolog az, hogy a ködöt befolyásolom. Reggel 6-tól 9-ig legyél, utána ne legyél, és akkor én folyásolom befelé, nem a játék. Érted, jó, meg azt mondtam, én folyásolom befelé. Ez is egy nagy kaszáló, pedig ez 17-ben és 19-ben is termőföld volt, hát mondjuk így is termő. Ugye, fű van rajta. Csak hát akkor alapból izét adott gabona növényt, vagy takarmány növényt, mondjuk ez is takarmány növény. Ott van, tessék. Majdnem azt mondtam, hogy nesztek. Egy kis fény az éjszakában. A játékban sötét van, de ez fényt visz az éjszakába. Nesztek, ne. Ha nem tetszik, add vissza ezt is. Na már jön visszafelé, jó van. Nem, nem sok van vissza. El is veszem tőle, szerintem nem fizetek többet a izének, bérmunkásnak. Mert ezt most már be tudom én is simán takarítani.
Na most egy sorra leerébb kell jönnöd, mi? Rittig nem jó ott, ahol mentél eddig. Így. Azon gondolkodám még, hogy lehet, hogy ezt a vágóasztalt meg kéne vennem. Vagy várjak még vele egy kicsit, ne adjam vissza. És akkor ahogy romlik a minősége, majd talán olcsóbb lesz. Lehet, hogy nem adom vissza. Jó lesz ez nekem erre a kombányra. Kicsit mutolom magam, meg ki kell fújni a tokmányt. Pont jó, mert le is tudom már forogni. Itt vagyok, nekem most balra ugye erdősáv van, de itt se hallok madárhangot. Pedig hiába hallgatózok, bármerre járok a térképen. Ez meglepő. Pedig nem nagy kunszt berakni egy kis madárhangot. Ugye a gyári hangok közül is, hogyha benn lett volna hagyva a térképen a gyári hangok, azok között is van jócskán madárhang. De hát nem, mindegy. Lehet, hogy ez elkerült a készítő figyelmét. Vagyis hát inkább a javító figyelmét, mert ugye ezt a térképet ezt át kellett rakni.
Na várja, arra az útra nem emlékszek 17-be. Hogy lett volna itt egy ilyen út. Pedig aztán jócskán bérmunkáztam 17-be is ezen a földön. Hűha, közben oda kell figyelnem a kombájnra, mert már itt vagyok 87%-nál. Nézem, hogy jut ebből a szotyi bevételéből még nekem is. Pont hasza meg is tudok fordulni. Lehet, hogy egyből odaállok a Konga traktor mellé. Az is lesz. Hát ja, nem adom vissza ezt a vágóasztalt. Jó jöhet ez. Lesz még ilyen bérmunka, sőt van is egy, ugye ez most a 7000-es, de van még egy 5000-es is, ami nem is tudom, hogy hol van, de mindegy. Ott is ugye kukoricát vagy szotyit kell vágni, fene se tudja melyiket, de tök mindegy. Ugye nagyon messzire nem is kell most vinnem a kombányomat, mert itt vagyok, ez gyakorlatilag a mögöttem lévő kaszáló, ez az én földem. Akár itt is maradhatnék a tehenek mellett, vele. Fejlődik a gazdaság. Mondjuk a birkalegelő is elméletileg az enyém. Azt is eladhatnám, azzal abból is jönne be egy kis pénz, birkát úgyse akarok tartani. Várjál csak, az enyém egyáltalán itt van. Nézzük csak. Aha, az enyém. Hát akkor meg minek tartogatom. Építkezés, nem ez? Nem tudom miért valahogy elállítódott a izém. Az egerem, és lenyomom az egérgörgőt, akkor nem vált át, hopp. Tehát azzal nem tudom forgatni a kamera nézetet. És most fingom nincs, hogy hol vagyok. Várjál. Igen, erre lesz. Itt lesz. Vagy nem itt lesz. De ennek a földnek a másik oldalán. Kék, hogy legyen. Aha, ez az. Jó. Eladás. Igen. Ez a kút. Eladás. Jó, és akkor itt nem is maradt semmi, ugye? Nem. Jó. Tehát gyakorlatilag most már azt a földet is eladhatom. Égyni. Mert hát minek tartogassam. Birkát nem tervezek, mert
Én nem fogok kötögetni, meg varogatni, meg szabogatni, meg mit tudom én még mi a lófaszt lehet velük csinálni. Tudom, hogy van benne lóvé, de ezzel az erővel akkor gyapotot is ültethetnék, vagy vethetnék, és akkor mert a gyapotban is van lóvé. De hát nem az én világom. Gyerekek, nem is olyan kicsi, sőt, jó nagy az a föld itt ez a izé. Hüves kaszáló, le fog arról jönni annyi bál, hogy ujjujjuj. Eladom, beszántom, hajaj. Jó. Na. Mit is akartam? Ezt összecsukom. Egyelőre csak ide félre rakom. Akkor majd utána haza viszem, először elviszem is. Beszedem a nekem járó lóvét. Hep-hep, azért lassabban. Nem kell így rohanni. Aha, behaladszik a háttérből, hogy fűrésze ennek, ahogy látom. De hát sajna, nem tudok ezzel most mit csinálni, remélem a hangom az elnyomja. Hiába, építkeznek. Szépítő melósok. Igaz, hogy kifogták a jó időt. Szerencsétlenek. Az ácsok. Nem irigylem az ilyen építőmunkásokat most ilyenkor. Nekem is ugye ács az első tanult szakmám, és dolgoztam bőven tetőn. Már mondjuk én toronyács voltam. Ott azért lehet izzadni rendesen tetőn. Na, mennyi, mennyi, hát húzzad. Így hát majdnem mellé mentem kerékkel. Jó, ó, fasza. Hát nem lett meg a 100 000-em így, de így már meg lesz, hogyha begyűjtöm a begyűjteni valót, összegyűjt. Jó, na nyomok egy X-et, hát nem újult. Ez lenne még a 30-as föld, betakarítás, és azt nézem, hogy, ez itt a 30-as, tehát nem is kéne messzire mennem, mert ott ugye itt a kombány. És hogy lehet, hogy azt én még bevállalom, ha már kibéreltem a vágóasztalt. Ugye akkor hagy, legyen belőle már hasznom. 30-as föld. Így. Várja. Erdje. Neki is esheti dolgozni a segítő.
Én meg elkésve nem vagyok most már semmivel. Ugye most ez a kaszálás van, de azt mai napon már nem fogom megcsinálni. Tehát akkor október-novemberre lehet számolni. Novemberben viszont novemberben még tudok vetni búzát, meg árpát. Az árpának szerintem jobb az ára. Árpa. Hát nem nagyon vetekszik a kettő. Na mindegy, majd kiderül, hogy mi lesz. Aztán lehet, hogy valami tavaszi vetés lesz ide. Gyerek. Ezt meg ketyegbe hagytam, itt nem figyeltem. Na se baj. De majd oda kell figyelnem a izére is, a három földemre, ahova már elvetettem a repcét. Hát én itt most átmegyek, a szomszéd földjén nem látja. Hicsa! Mert a repce után nekem még kell egy réteg műtrágyát raknom rá. Na. Ki kellett újnom a takmányt, mert jönnek ilyen tüsszentéses reakciók. Aztán nem fújom ki a takmányt, akkor 10-ig meg se állok. Jobb esetben 10. De szokott fokozódni is. Hogy több. Kevesebb nem igazán szokott lenni. Mondjuk ennek a tároló egységnek sincs semmi haszna. Ebbe se tároltam még soha semmit. Gépjármű szín. Nem tudom, hogy azt el tudom-e adni. De hát nem is olyan fontos eladni, végül is nem kér adott kenyeret. Bennél a emelett a híd mellett, ott lent a nádasból ott volt egy aranyrög. Meg lesz ez pikpak.
fogja fel elsőre, hogy mi is a szélessége. Százalékban kész. Na hát gyerekek, eddig tartott ez a mai rész. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Remélem tetszett ez a rész is, aztán visszavárlak titeket a következő részbe is, ahol valószínűleg segítővel be fogom fejezni ezt a bérmunkát, és akkor utána már neki fogok esni, és meg műtrágyázom a saját földjeimet. Na meg hát értelemszerűen ugye haladni fogok a kaszálással is ugye az új földön. Szóval, hogyha lekaszáltam, akkor eladom a bálát, ha meg eladtam a bálát, akkor utána mehet a szántás, tárcsázás, vetés. Na, de hát aztán még alakulnak a dolgok, mint pupa gyerek a prés alatt. Addig is jók legyetek, szevasztok!